azzal, amikor keresztelő Szent János jó megkeresztelte, és ő feljött a vízből, és írt egy nagy pályázatot az Európai Unióhoz, a világ megváltásának infrastruktúrális fejlesztése érdekében. Látom, ez se tetszik maguknak. Bőte Csaba ferences rendészerzetest elsősorban a Dévai Árvaházban végzett emberfeletti humanitárius cselekedetei alapján ismerte meg Magyarország. Saját bevallása szerint az elevenséget, a lelkiséget és a természetet pártolja. Azt hirdeti, olyan oktatási rendszereket kell bevezetni, mely a tantermek szigorú és sok esetben unalmas világát felcseréli egy olyan térre, amely a természetben ad lehetőséget a gyerekeknek a világ dolgainak megismerésére. Mert azt mondja, a matematikától az irodalomig majd minden megtanulható a természetben az élményeken keresztül, és ez a tudás sokkal maradandóbb, mint amit a könyvekből vagy a világháron keresztül akarunk a gyerekek fejébe tölteni. Saulról sokat tudna mondani Szent István. És Jézus elment, és ezt a tehetséget elkezdte gondozni. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Átdöfött szívvel, átdöfött lábbal. És Saul megírta a világtörténelem legszebb versét, a szeretet himnuszt. Ezt fordították le a legtöbb nyelvre, ezt a verset, a költeményt adták ki a legtöbbször. Tehát, hogy mondjam, Jézus is egy nagy tehetséggondozó volt. Én hiszem, hogy minden emberben van ilyen-olyan szeretet himnusz. Hát nekünk, szülőknek, pedagógusoknak az lenne a feladatunk, hogy a benne lévő kincset, értéket felszínre hozzuk. De valószínű, Jézus nevű pedagógus nélkül Saulnak nem sikerült volna megírja ezt a csodaszép költeményt. Adj az Isten, hogy mi is egymás számára, gyerekeink számára, hát ilyen jó pedagógusok tudjunk lenni. Nagyon sokszor hazamegyek, és valaki elkezd velem kellemetlenkedni, olyan furcsa dolgok jönnek ki belőlem, mint emelt hang, meg hasonló, tehát hogy környezetünk meghatároz mindannyiunkat. Ugyan jót vagy rosszat ki tudjuk egymásból is hozni. Hát az a jó pedagógus, vagy az a jó szülő, vagy hogy mondjam, aki tényleg értéket tud a másikból felszínre hozni. Tehát én meg vagyok győződve, hogy sokkal, de sokkal több minden van mindannyiunkban, mint amennyi felszínre jön. Jó tavasszal, ugye jó meleg tavaszi eső, napfény, például a durva akácfából milyen szép, fehér virágba öltözteti, és milyen finom nektárt tud kinevet volna akácmézet, igaz? Benne van. Hát mi is adja az Isten, hogy ilyen jó meleg tavaszi esők legyünk, ilyen áldott napfény, hogy egymásból tényleg értéket tudjunk kihozni. A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi és Pedagógiai Kara második éve szervezi meg Család Akadémia programját. A lényege, hogy kitárjuk az egyetem kapuit az érdeklődőknek. Megmutatjuk, milyen kutatási programok zajlanak a pedagógia területén, és hogy hogyan tudunk ezekkel a kutatási programokkal segíteni a mindennapokban anyukáknak, apukáknak, családtagoknak, annak érdekében, hogy megértsék azokat a változásokat, kihívásokat, amelyek ma a családot érik, és megértsék az új nevelési módok lényegét is, hogyan lehet ezekre a kihívásokra megfelelő módon reagálni. Alapvetően pedagógiai jellegű előadásokat hallgathatnak az érdeklődők, de más területekről is érkeznek előadók, a lélektan területéről például, vagy a neurobiológia területéről. Az egyetem és Böjte Csaba közös gondolkodásának eredményeként nyílhatnak meg majd azok a táborok egyetemistáknak és alsóbb évfolyamos gyerekeknek is, ahol Böjte gondolkodása dominál majd, melyek a dévai otthonokban is családokat formáltak az egyébként magára maradt gyerekekből. Én azt gondolom, hogy oldani kellene a szülőket, rengeteg feszültség van, vagy megfelelni való vágyás, vagy idegesség, vagy kapkodás, türelmetlenség. Tehát, hogy mondjam, az ember nézi a kis krumplit tavasszal, mindig a maga ciráját növeszti a fény felé. Tehát, hogy mondjam, tudja az a kis krumpli, hogy mit kell csinálni. Tehát nem kell vele olyan nagyon sokat bántani őt, hanem egyszerűen hagyni kell, és megöntözni, és a napfény a többit elintézi. Én úgy gondolom, hogy mindannyian úgy vagyunk, hogy szeretnénk felnőni, kibontakozni, gyümölcsöt teremni, virágba borulni. Minden ember így van. Én igazából még kíváncsi vagyok, tehát hogy az, hogyha az iskolának tudunk nyitani egy ajtót, egy kaput, ami valamilyen módon a természethez közeli életet be tudja emelni,
és az iskolának akkor nem mit egy négy osztályos iskolák, nem négy osztályterme van, hanem öt, és az ötödik kín van a vidéken, az már egy óriási nagy dolog lenne. Hogy az iskola maga úgy gondolkozza, hogy az is egy osztályterem, és nincsenek ott falak, hanem ott diófa van, ott szöllőlúgas van, ott gombák nőnek, meg mókuskák szaladnak, és csodaszép kilátás van. Hát ez már egy osztályterem. És milyen jó lenne, hogyha tényleg minden iskolának lennének ilyen osztálytermei. A Ferences Nendi szerzetes az egyetem mellett látogatást tett a gyakorlóiskolába, és részt vett a kenyérnapjának ünnepén is.